nagyon fontos, hogy soha ne szúrjuk le a generációt. Utálom, amikor valaki azt mondja, hogy ilyen mai fiatalok, úgy a mai öregek, stb. Mindenki fontos a számunkra. Az időseink is, a gyerekek is. A fiatalok a legeslegfontosabbak, hát ők fogják összerakni az én nyugdíjamat. Remélem, addigra hazajönnek Londonból, a fekete mosogatóból. Én várok vissza mindenkit nagyon. Egyik legfontosabb üzenet az életben, hogy amit szeretsz, ami örömet okoz, ahhoz ragaszkodj. Nekem is van pár apró hobbim, semmi extra. Például szeretek moziba járni, de nem úgy már, mint régen. A mozinak valahogy elveszett a tisztessége, ha belegondolsz. Nincs az a csönd, nincs az a színház feeling, hanem valahogy azt látom, hogy mindenki beül, villog, telefonál, csapkod, őrjön, köpköd, és nem vagyok ennyire papa. Járok még moziba, csak már nem megyek premier héten. Kitaláltam azt, hogy várok egy pár hetet. Addigra lepörög mindenki, és már csak néhányan a tényleg filmértők ülnek ott, és mi figyeljük a cuccokat. Megvan? De mi van akkor, ha olyan film megy, amit annyira szeretnél megnézni, hogy nem vagy hajlandó várni, a saját szabályaiddal is szembe mész? Ez most jutott eszembe, ugyanis most egy filmnek a második része ment a moziba. Volt ez az Az című film, a horror bohócos. Emlékeztek rá? Ez minden nyelven jól lefordítható volt. Angolul, itt, németül, ez, szlovákul, to. Mindenhol kioszták két karakterből, zseniális. Én kíváncsi voltam rá. Nagyon nagy butaság volt elmenni premier héten. Full tele volt a mozi, off-rogy, touchdown, így ültünk szanaszét. 18-as karikás film, de kölkök ott rohangáltak, pelenkás gyerekek szaladgáltak a sorok között. Kezdett zavarni. Nem akarok itt ítélkezni, nem akarok rendőrködni. Én szeretem a filmeket úgy élvezni, hogy kitalálták. A vígjátékon szeretek nevetni, a horrorfilmen szeretek borzongani, hiszen így találták ki, igaz? Mindenkit beengednek már a moziba. Nincsen korhatárnézés. Hátra néztem, ott ült egy 8 gyerekes család, de tényleg? Minden évjáratból egy-egy gyerek, mint az orgonasípok, így. 2 vissza nem térítendő csok, minimum. Szeretek megijedni a horrorfilmen, de így nem tudtam. Mert ahányszor feltűnt az a szerintem elég ijesztő bohóc a vásznon, és csinált egy ilyet, hogy mindig megszólalt egy ilyen nagyon unott gyerekhang a hátam mögött, és annyit mondott, hogy göcsi. Nekem úgy elment a kedvem, ez biztos, hogy nem a filmből jött, ez valahonnan hátulról. Hátra néztem, és annyi eszközöm maradt, hogy nagyon csúnyán ránéztem az anyukára, az a legcsúnyább nézése, mennyit tók össze. Látszott az ő fején is, hogy tényleg kár volt a kiskölyköket elhozni moziba. Próbálta őket ott fegyelmezni, de hát nem lehet gyereket fegyelmezni. A gyerek olyan, ha rászólnak, még jobban csinálja. Aki mögöttem ült, úgy elkezdte a figyelmeztetés után rugdosni a székemet, így ezerrel, hogy röpült a nachos 1000 fele, pedig nem 2 forint. Anyuka taktikát váltott, és rákiabált a legkisebbre, azt mondja, Szulajmán! De ha nem maradol csöndbe, figyeld meg, az lesz. Legyen a bohóc bácsi a vászorról, azt megbasz. A teljes moziterem ledöbbent, érted? Így tartottuk a nachoszt. Senki nem mert beleharapni, nem mertünk hangot kiadni. Egyesével elszopogattuk. Tudod, te meddig tart elszopogatni egy nachoszt? Még egy nagyon fontos dolog. Olyan bizalmatlanok lettünk egymással. Mindenki sasol. Ha valakivel valami jó történik, nem akarja elhinni. Én meg szeretek jót tenni. Tudod, nem látszik így rajtam, de hidd el, van bennem sok jó. Egy fesztiválon léptem fel. Maradt 2 napi jegyem. Nekem nem volt akkor senki, akit vihettem volna. Úgy jöttem ki egy fesztiválról, hogy arra a napra volt 2 napi jegyem. Teltházas volt, nem lehetett már pénzése venni. Nálam meg volt 2 jegy. Mi legyen? Na mi legyen? Pistike összekapja magát és odaadja ajándékba 2 szerencsésnek. Gondoltam én, hogy ez jó ötlet. Én nem tudtam, hogy ilyen bizalmatlanok ma már a fiatalok. Oda mentem 2 jó csajhoz. Sziasztok, csajok! Nem lehet már egyet venni egyébként, de van 2 napi jegyem. Tessék, fogadjátok el. Nem kérek érte semmit. A 2 csaj. Köszönjük! Pff, nem kérjük! Pff, úgy szaladtak el, hogy csíkot húztak. Nem esett jól. Hát mondom, akkor így jártatok, csajok. Odaadom 2 faszinak. Ennyi. Oda megyek 2 csávó. Sziasztok, srácok! Szeretnétek venni egyet? Igen, igen, azért állunk sorba. Nem lehet már egyet venni. Tényleg? Viszont nekem van 2. Teljesen free. Vegyétek el. Nem lopott, nem hamis. Tessék. Köszi, nem kérjük! Már rohantak el. Nagyon szarul esett. Így kezdtem magamba így kételkedni. Hogy ekkorát változott a világ. Te, én olyan mérges lettem. Jót akarok, és nem kell senkinek. Aranyátok mindenit. Itt 2 ember akkor is bulizni fog ezen a kurva fesztiválon. Ha bele is döglök, érted? Oda jött 2 ilyen korpás, zsíroshajú gyerek felém, mondom, te meg a hülye haverod! Igen. Itt van 2 jegy, bementek erre a rohadt fesztiválra. Mi nem akarunk, csak jöttünk valaki elé. Ki a francot érdekel?
itt a két egy húztok befelé. Jó van már, hülye vagy. Jót tettem. Kicsit erőszakolni kellett, de jót tettem. Jót tenni jó. Megvan, amikor jót teszel, és így rátszál valamiféle szellemiségén. Tehát egy ilyen jó érzés. Beülök a kocsiba, leengedtem az ablakot, így megyek ki a fesztivál területén, így látom a többieket, óriási, reménytelen sorok a jegypénztár előtt, hiszen nincsen jegy. Én meg így voltam vele. Így jártatok, nyomorékok. Vezdeg az én kretén havarom, meg már ott szeletel a technósátorban. Megyek ki a tömegből, már nem volt senki, már tényleg elosztott a vége. Én meg boldog voltam. Az árokparton egy gyönyörű szép lány ült egy táblával az ölébe, amire ennyi volt ráírva, napi jegyért szopok. Ennek a történetnek nincs tanúsága. Ha lenne, se az lenne, hogy ne adj ajándékot senkinek. Csak ne kapkodd el. Hoztam nektek pár képet az internet mély bugyraiból. Lesz benne pár ismerős kép talán. Mindenfélét lehet venni. Minden vacak oldalon. És szoktunk is. Mai napig nem tudom, hogy mi volt előbb. A tyúk vagy a tojás. Gyerekek, kurvára egyszerre volt. Annyira mondják, szokták mondani, hogy annyira paraszt vagy, hogy üstház volt a járókád. Az AliExpressnek köszönhetően már mondhatjuk azt, hogy olyan paraszt vagy, hogy császárszalonnával mosol fogat. Aki unja már ezeket a buborékfóliákat pötyögtetni, az már meg tudja venni ezt digitálisba. Lenullázható, full lustáknak. Azt mondjuk, hogy a gyerekeink miért vadulnak el mostanában? Nem tudjuk, de nem segít a ceruzahegyező. Jártatok már úgy, hogy éjszaka nem akartatok kimenni a WC-re, mert sötét van? Mennyire szexi érzés, hogyha húzod magad után a fluoreszkáló WC-papírt. Annyi mindenen gondolkodtam, hogy hol legyen tetkóm életemben. Megmondom őszintén, a pöcsöm volt az utolsó. Sok minden nem férne rá, de van egy ilyen mobil Willy tatú. Ha esetleg fel akarod dobni a parti hangulatot, vagy túlságosan uncsivá válik a gangbang. A horkolásom, amíg lesz szó, a horkolás ellen rengeteg eszköz fejlesztettek ki. Ez például egy boxkesztyű. Ahol nemes egyszerűséggel a horkoló párodat orba kell baszni, úgy, ahogy van. Valószínűleg nem old meg semmi, de legalább röhög rajtad egyet a csaj. Van ember, aki szeret vendégeket fogadni, és van, aki nem. Ha te a kettő között vagy, akkor mindenféleképpen érdemes beszerezni egy ilyet. Ez a beengedjem? Nem tudom, majd kiderül. Dolgozzon érte. Ezt a matit akkor veszed a csajnak randira, ha szereted, de még nem annyira. Az a durva, hogy ha veszel egy ilyen szeretlek feliratú matit a csajnak, ezt még ki tudod dumálni, ha mégse jönnétek össze. Gyakorlatilag ez egy kicseszés. Ez egy nagyon cuki dolog gyorsfürdőzőknek. Azt hiszem, hogy nem igényel semmiféle magyarázatot. Ha van gyors pisi, akkor van gyors zuhi is. A legjobbak az angolok, lehet kapni semmit 5 fontért. Én vettem egy kerek semmit, de 6 fontért akciós volt a háromszög alakú semmi. Ugye férfi társaim, mi járunk is WC-re, mi be is valljuk. Nekünk azért el kell tölteni valamivel az időt. Azért egy szudoku a budin, főleg, hogyha rájössz, hogy az a pötty az nem egy nulla. Most a borászat nagyon feljött. Ittál már ilyen rossz lőrét, amikor így mondták, hogy milyen volt a bor? Hát legközelebb. És ezt csinálhatod ezzel az eszközzel. Ez én kedvencem, ajándékba kaptam. A magyar 5 darabos autószett. Mi van benne? 4 darab autó. Ezt az oroszoktól kaptam, ez egy diétás étkészlet. Lyukas a kanál, a villab meg a kés gyakorlatilag használhatatlan. Nem tudom, miért küldték, de nem használom. Ha pedig szeretnél elmenni külföldre, de nincs sok pénzed, akkor javaslom a szomszédországban található Brazíliát. Ezeket a képeket csak bemelegítésnek hoztam, ugyanis egy sikamlósabb téma jön most. Nem tudom, kit mennyire
zavar a szexualitás, mint téma, így beszéd szempontjából. A szürke 50 árnyalata óta történt valami, ugye? Megnyílt egy kapu. Annyiféle eszközt lehet kapni, hogy szinte beemelkedett így a napi szükségletei eszközünk mellé. Tehát a kilós kenyér mellett már ott van egy dildó bármelyik boltban. A Los Analos nevű dolog úgy hangzik, mint egy hangulatos mexikói kisváros, de mondhatjuk, nem az. A neve, ami oda lesz írva, az a hivatalos interneten megtalálható eredeti neve. Ennek az a neve, hogy Análcsúcsdísz. Hát nem tudom, kinél milyen szar a karácsony. Most mi lesz a csúcsdísz? Hát minden igaz, anyád fog ráülni. Ez nem egy egyszerű krém, ennek van hivatalos neve. Elfenekelés utáni nyugtató krém. A pedagógia mostanában, ugye a tanároknak már védekezik a gyerekek ellen is. Hát ez kulcstartónak is néz ki, proxikorongnak, csipogónak, sokkal egyszerűbb a magyarázat. Ez egy kényeztető ujjacska. Fogalmam sincs, kinek milyen ujja van, de biztos, hogy nem ilyen. Nem, ez nem egy egyszerű vonalzó. Ez a keresztségben azt a nevet kapta, hogy megtorló vonalzó. Az a durva, hogy előtte valakinek sérelmet kell okozni, meg tudja állni. Hát ez egy nagyon egyszerű, úgynevezett lehelet frissítő mentolos cukorka. Mondták meg így neked a buszon, hogy hallod, nagyon... nagyon pösszagú a leheleted. Jégkocka készítő hölgyeknek. Fasz a koktélokat lehet veled csinálni. De akkor már egyenlítsünk ki, és van jégkocka készítő uraknak, Rubenszi, hogy ne legyen ebből se balhé. Ez úgy néz ki, mint egy-egy két kilós kenyér. De ez nem az. Milyen jó lenne azt mondani, hogy én találtam ki, és én rajzoltam őket, de nem, ez kapható. Az a neve, hogy unisex farokpapucs. Biztos lesz, aki majd sorba áll a segberúgásért, én biztos, hogy nem. És most átmegyünk a buli magasabb fokozatára, ahol a kedves kisállatok érkeznek meg. Ő parti bárány. Én nem tudom, ki milyen buliba volt életében már. Nem valami bizalomgerjesztő. Szintén mosolyog, ugyanis ő a foltos boci. Itt a marketing osztály már fáradt. És ő mi? Pajkos kacsa. És az én személyes kedvencem a tüzes csacsi. Azért az állatvédők már tiltakoznának akkor is, hogyha ezek ilyen gumiból lévő felfújható eszközök, és az utolsó kép az én kedvencem, olyan, mintha a menő Manó vagy Alekosz azt kérdezné, hogy miért pont én? Pedig ő egy vibrátor klitoriszkarral. Szóval ilyenek vesznek körül minket. Köszönöm szépen, hogy kibírtátok. Remélhetőleg a lelketek nem lett oda. Hogy horkol egy hollywoodi sztár, ha egyáltalán horkol? Good night, darling. Good night. És mi a magyar rögvalóság? Jó éjszakát, Gizi! Fábri Sándor nagy rajongója vagyok a mai napig, és egy kis design centert szeretnék nektek bemutatni, amennyire érdekel benneteket. Egy nagyon érdekes cikket olvastam. Állítólag a váló okok listájára, ami miatt a nők elválnak a férfiaktól. A horkolás feljött az 5. helyre. Ez ennyire kardinális? Drága hölgyek, tegyétek már fel a kezeteket, akinek horkol pasi, a férje, barátja, hagyj lássam. Néhányan. Aha, hú, de óvatosak. Ez ennyire intim kérdés? Te két kezedet is felraktad. Van egy-két bátor az, de tudod, mit látok egyébként innen? Megfélelmített női szemek. Mellettük a faszinak a szeme rajtam marad, és így fordul a nőhöz, hogy fölrakod a kezed, gyalogmész haza. Nem is gondolnánk, hogy a horkolásra külön iparágat fejlesztettek ki. Mindent lehet. Nem tudom, ki az, aki vásárolt már valami horkolásgátló dolgot a pasiának. Mindent lehet venni, gyerekek. Bemutatok egy párat nektek. Horkolás gátló párna. Ez max akkor gátolja a horkolásodat, hogyha szádba tömött dobozostul. Itt is a marketing erősebb volt, mint a tartalom. Természetesen, hogy egy barbershopból szabadult arabfejű gyerek. Az kell, hogy rajta legyen szakállal és ecsetfejjel. De nem ezek horkolnak, hanem az ilyen kis köpcös dagadtak, mint én. Úgy igazságosabb, be is mutatok mindent. Ez nem más, mint a horkolás gátló spray.
Ez akkor veszi el a horkolásodat, ha lenyeled dobozostul. Egyik kedvencem a horkolásgátló karóra. Fel kell tenni a kezedre. Ilyen unatkozó, nőmentes brit tudósok találták ki. Az a lényege, hogy megérzi a horkolásodat, akkor egy kis áramütés küld beléd. Barátságos, mi? Fogod és egy jó éjszakát szíven, felraktad az órát? Igen, tegyünk egy próbát, jó. Szia, szia. Olyat odaver, pedig csak egy elem van benne. De tudod, mi a szar? Felülsz utána, ülsz az ágyon, így... Mi fog történni, ha megnyugodtál? Visszaalszol, megint horkolsz, megint megráz. Semmi nem változik, csak már neked is szar. Mintha egy nő találta volna ki bosszúból. Van még, várjál. Hát nem is tudom, mivel kezdjek. Van ordugó, amit nagyon ügyesen kitaláltak nekünk, van belőle páros, családi verzió, ha esetleg mindenki horkolna. Ez a legkisebb, ezzel indítok. Nem tudom, hogy ez mennyibe segít abban, hogy a horkolásomat elviseljétek. Egy kicsit megemelkedik tőle a hangszám valahogy, de így a kitágult orjuk, de ennek az igazi megoldása. Az horkolás gátló tapasz. Figyelj! Felrakod az orrodra. Van már annyi smink rajta, ami nem fogsz hallni semmit. De így széthúzza az orjukakat. Széthúzza az orjukakat. Küzd ellene, de nem engedi. Mi kell venni ezt valószínűleg? Rá kell nyomni a pasidnak az orrára. Nyomjad rá, mert drága volt. Úgy fogsz kinézni, mint egy földeletlen konnektor. Figyelj! De ez a lényeg, mert a kitágult orjukon keresztül több oxigén jut be, ezáltal nem horkolsz, vágod? De nem is alszol, basszus. Úgy fogsz kinézni, mint egy ilyen begőzölt Shrek. Innentől a csajok se alszanak. Hát képzeld el ezt a fejet így magad mellett. Pluszba felakadt szemekkel. Szörnyű, és a listának nincs vége. Aki igazán biztosra megy, annak van egy állkapocs kitámasztó. Na figyelj! Ettől nem tud mozogni a szád, de biztos, hogy nagyon frankó. Kicsit olyan, mint egy ninja, egy ilyen bankrabló. Az a durva ebbe az egészbe, túl azon, hogy rengeteg pénzt vesznek le tőlünk, hogy a horkolóknak nincs érdekvédelmük, nekünk nincsen szakszervezetünk. Minket nem véd senki, ha belegondolsz. Hollywoodi filmek se segítenek sokat, igaz? Hogy horkol egy hollywoodi sztár, ha egyáltalán horkol? Hogy horkol egy George Clooney? Ez a good night, darling, good night. Még én is mellé feküdnék, bakker, esküszöm. És mi a magyar rögvalóság? Hogy néz ki az egész? Jó éjszakát, Gizi! Ez a magyaros, pacalos, orcimpa remektetős. Mint amikor nem indul pöcre a tank. És most viszem be a kegyelemdöfést ebbe az iparágba, figyelj. Ez nem más, mint egy vákumos, nem cumi, de majdnem. Ez egy úgynevezett vákumos nyelvtámasz. Mindent a műsorért, figyelj. Na, innen halkom. A szex és az erotika mindennapjaink részévé vált. Sokan túl misztifikálják, van, aki fél tőle, valaki tabuként kezeli, pedig a felnőtt filmesek is emberek. Gondoljuk el, hogy ők is dolgoznak, nekik is megvannak a dolgos mindennapjaik. Egy jelenet formájában szeretnénk őket közelebb hozni hozzátok. A jelenetet ketten fogjuk előadni. Rajtam kívül itt lesz még a színpadon az én színpadi élettársam, a Kívánságszatyor megalkotója, Bellus István. A szituáció annyi, hogy két felnőtt filmes összetalálkozik egy forgatáson. Szia! Új vagy itt? Még nem láttalak ebbe a stúdióba. Ma helyeztek át ide hozzátok. Hallod? Be is mutatkoznék. Johnny vagyok. Johnny Endoszkop. Örvendek! Én meg Ricardo vagyok. Ricardo Spoon.
Részemről a szerencse. Jó hülye művész neveink vannak azért, nem? Mondjuk még jobb, mint az eredeti. Bár mondjuk az enyém elég találó, az endoszkóp, ha érted, mire gondolok. Szerintem a Ricardo Spoon is elég találó. Engem ugyanis Kanalas Ricsinek hívnak. Akkor is bemutatkoznék, jó? Kázmér vagyok. Reisz Kázmér. Örvendek. Látod, mégiscsak jó, hogy előszedtük ezeket a művésznöveket. Gondolj bele, milyen hülyén néznek ki a valódi nevünk a pornófilmek stáblistáján. Hát egész más lenne a csattanó a film végén. Mennyire jobb ez, nem? Hát most, hogy jobban belegondolok, én emlékszem rád, hallod? Nem te játszottál annak idején az Újra szól a két lövetűben? Á, de én voltam, azok voltak a régi szép idők, akkor még két lövetű volt valóban. De hát egyszer képzeld el, még Oscart is kaptam a Faszablanka csók jelenetéért. Az egy nagyon szép film volt. Arról hallottam. Ugye én se sokkal később kezdtem a szakmát. Egyszer egy tiroli filmben voltam, Jürgen a szűz birkapásztor. Aztán felfedeztek és megkaptam az első komoly szerepemet a, nem tudom, láttad, a Hortobágyi 9 lyukú nő című filmben. Hol van az már, hallod? Ide is beütött a válság. Képzeld el, múltkor forgattuk a Házi nyúra is lövünk című. Csodálatos. Láttam a trélert. Film. Láttad? Jó, elvittem. Na mindegy, az a lényeg, hogy félbe kellett hagyni, képzeld, mert a memóriakártya betelt. Azt mondták, hogy zárva van a webáruház. Ki az Isten érti már ezt, hallod? Ó, ha ne is mond, a konkurencia minket is kicsinált. Azok a perverz németek is inkább az olcsó románoktól rendelnek animált. Ó, te. Pedig olyan jókat csináltunk annak idején, olyan jó filmeket. Volt az ember legjobb barátja, akkor volt a lovaknak is belövik, ugye? Meg az izzadó csirkeol 9. 9? Igen. Jó, kimaxoltátok a csirkeolat, hallod? Nagyon, nagyon felhígult a szakma. Egyre több süttyó jön ide a helyünkre. Át akarják venni a stafétabotot, ha érted, mire gondolom. Hallod, hogy kérdezek már valamit. Te szoktál használni már ilyen fickósítókat, tudod? Ó, mi az, hogy hallod, egyre több új recept van, amit ki kell találnom, hogy azért így a... Hát, hogy a fény végéig azért ki tudjam húzni, képzeld el. Hát, amit most így használok minden reggel, van az a viagrás rántotta. Na, az nagyon, finom. Ez a nem semmi. Hallod, az is olyan fura, hogy már a sima szexfilm nem is pálya. Az már nem kell senkinek. Múltkor hozattak nekem egy zombi nőt Haitiről. Forgattuk a Te már egyszer megdöglöttél értem című filmet. Te tudod, milyen nehéz érzék ilyen szexelni valakivel, aki feszt meg akar harapni? Az, mi meg forgattuk most a Mufót. Hoztak nekem egy földön kívülit, hallod? Hát, nagyon izgultam, mert hát nem nagyon tudtam, hogy mihol, mert erre már fel akartam hívni Pataki Attilát, hogy hát, ha ő tud valamit, de... Ilyen semmire nem reagált szegény, hallod? Én, ha néha bip-bippelt, mint ez a gyalogkakuk, de... Azt egyszer csak fogta magát, elrepült, hallod? Azóta se egy SMS, se egy Snapchat, semmi, hallod? Hát hallod, a mi szakmánkban nem sok érzelem fér bele, az igazság. Egyébként neked mit szól az asszony ehhez a melóhoz? Nekem belenyugodott, még örül is, hogy nem bántom otthon, érted. Nektek mi a helyzet? Hát nálam csak akkor morog az asszony, ha hazaviszem a munkát. Egyszer egy nyári konyhában csináltunk castingot, akkor mérges volt egy hangyányit. De mondjuk nekem már mindegy, 6 gyerekem van. Tehát a legnagyobb a kis Escobar 11. Hát kész férfi. Egyszer beugrott helyettem dublőrnek. És nem zavarták ki a stúdióból? Hát ki akarták, de a színésznő már nem engedte. Tiszta apja az a büdös kölök. Na, kolléga, ideje ezt bemosakodni. Neked mi lesz mára? Ma fejezzük be a Torokgyík harmadik részét. Neked? Nálunk lesz most ez az első ilyen porno musical. Na, már olyan is van. Mi a címe? Annál az első ügyetlen csóknál. Ez a címe. Szép, tényleg szép. Azért csak van még melód, látod? De azért B-terved van, hogyha ezt befutcsol. Hogy ne lenne, hallod, kapkodnak érte. Múltkor már hívtak a konyhafőnökbe. Hát miért, te tudsz főzni? Hát főzni nem tudok, de nagyon jó melegítek, meg hát időre ki tudom verni húst. Azért elég fontos dolog, érted? Hát én meg szerintem nyitok egy pornóegyetemet. Pornóegyetemet? No, az milyen tantárgyak lesznek? Hát biztos lesz emelt szintű francia. De ez ilyen könnyített, az is átmegy, akit meghúznak. Azért még jó, hogy legalább ebbe a politika nem szól bele, nem? Azért arra ne vegyél mérget. Nem hallottál a csávóról, aki most az országban minden nagy dologra ráteszi a kezét? Ne is mondd, hallod, reggel indulás előtt kétszer megnézem a sliccet, hogy rendben van-e, hallod? Ne. Hallod te, ki az a lány, aki négy kézláb tolat felénk? Nem tudom, de szerintem lassan kezdünk. Na, jó munkát neked. Jó munkát, szervusz, köszönöm szépen, Ricardo, hogy eljöttél. Hello. Köszönjük szépen Bellus Istvánnak, hogy itt volt.
Én pedig köszönöm nektek a figyelmet, nektek is, és nektek is. Köszönöm szépen.